Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ma egy egyszerű kis, hát ilyen kis sütike, vagy akár még köretnek is használható káposztás rétest fogunk csinálni. Igaz, nem bolti réteslapból se, nem én fogom nyújtani a réteslapot, hanem leveles tésztából fog készülni. Egyszer már csináltam ilyet, és szerintem egész finom, ehető, finom kis bármi mellé fogyasztható, vagy csak magába, sós, borsos káposztás, amit egy káposztás tészta. Na, nem kell sok összetevő hozzá, nézzük is őket. Ahogy mondtam, nem sok, így egy képbe bele is fér. Tojás, tejfő, káposzta, ne ijedjetek meg, ez akkora, mint a fejem, ennek még talán a fele se fog kelleni. Olaj, és egy ilyen leveles tészta, ez a Lidlis, ez nagyon jó. Volt ez a top 15 ilyen bolti leveles tészta, és azt hiszem ez a negyedik helyen végzett, ez a Lidlis Kulinea. Ja, szóval ez a jó fajta, és só, bors. A borst azt rendesen lehet tenni, viszont azért csinyán, mert múltkor az egyiket kicsit elsóztam. És az csíp. Na, nézzük is, mondjuk a káposztának a pirításával, vagy nem is tudom, fonnyasztásával. Hát itt is mondjuk a káposzta vágásánál, hát ez egy ilyen jó másfél kilós káposzta kávé. Nem tudom, remélem látszódnak a dolgok. Sajnos ennek a tripodnak, ez a kb. 1000 forintos tripodnak a egyik szára, ugye a háromból, az hát így eltört, és így húzgálható szabadon, ahogy az ember gondolja. Szóval nem tart semmit. Most úgy, ahogy megállt, a maga módján. Hát nem tudom, hogy mi lesz, majd kell, majd szereznem egy tripodot, hogyha szeretném folytatni ezt az egész műveletet. Na de, kell nekem egy serpenyő, ugye a szokásos serpenyőn fog kelleni. Ebbe teszünk egy kis olajat, közt most nem látok semmit. Várja, tehát ugye egy kis olaj megy bele, és egy kis cukor fog belemenni, mégpedig azért, mert ez meg lesz így, hát kicsit így karamellizálva, viszont ezt se vigyük túlzásba. Majd, ha összevágtam a dolgokat, akkor ezt itt el fogom indítani. És ha már itt tartunk, akkor felvételt elindítottam. Megy a fülvécső. Oké. Itt a három lábból kettő, vagy egy szal. Róla elég jövünk. Na, én szerintem ebben most össze fogom vágni. Káposztát, jaj, nem férek el. Várjál, látszódnak így a dolgok? Látszódnak, ugye? Na, soha, nem tudom. Szerintem úgy fogom, hogy így szépen. Látható a dolog? Remélem a felvétel se fog megállni, mert ugye múltkor is megállt. Aztán hát most így kezdek ott lenni, hogy itt szép lassan így minden tönkre megy, kéne venni dolgokat. Mobilt az biztos, hogy nem fogok még két évig venni, azt ugye tavaly vettem. És akkor úgy, na. És akkor itt van a káposzta, amit így fogunk tovább vágni szerintem. Szóval a lényeg az, hogy ugye a káposztát azt megmostuk előtte. Hogyha az megvolt, akkor leszedjük a külső héját, összevágjuk, és onnan folytatjuk. Ugye elkezdtem itten pirítani a cukrot az olajon, egészen magas hőmérsékleten, hogy kicsit karamellizálódjon. És hogyha elkezd barnulni, akkor mehet rá a káposzta, amit ugye szépen, nem is tudom, hogy mutasson, itt van, gyönyörű, szépséges, nagyon jó ilyen kis tavaszi, ilyen káposztalepke illata van. Igazából ez úgy össze fog menni, teli van ugye vízzel, mert ez még, hát fiatal. Elkezdett sárgulni, jó van, akkor már hamarosan mehet el a káposzta. Ja, itt már sisterek.
Oké, na, gyerekek, és akkor most kicsit lejjebb teszem. Jöhet bele a káposzta. Itt jön a káposzta. Ez az. Megjött a káposzta. Most ne ijedjünk meg, hogy ez ilyen sok. Mondjuk az ilyen nagy torzsákat, azokat nem kéne beletenni. Az ilyen nagyokat. Amúgy istenünk. A káposzta igenis nagyon egészséges. Várj egy kicsit azért. Igen, na most van az, hogy kell ennyi, mert össze fog főni az egészen. Ugyan most érzem azt a jó káposztás tészta illatot igazából. Jó, hát most ezzel nincsen nagyon mit mutatni. Én azt mondom, hogy vágás, és hogyha összement, bebarnult, összefonjat, akkor folytatjuk a fűszerezéssel. Na és ahogy látható, káposzta szépen összerogyott. Só, életsó szépen. Ennyi kell. És bors, na most egykezes karatemester leszek. Így, csinyán. Azért jó, ha van benne, de azért csinyán. Jaj. Na. Hű, de gőzölök. És akkor ezt itt szépen kevergetni, csak ahogy mondtam, egy kézzel kicsit macerás, ízlelgetni, kóstolgatni, ugye kicsit édes is lesz, mert a hát ugye alatta volt a cukor, kicsit megpempésítve, és akkor szépen ez itt főjön, essen még jobban össze, barnuljon, kapjon egy kis szint, és mehet rá a tető. Mivel nincs akkora tető, ezért így megy rá a tető. Hát szerintem jó van. Na tehát itt vagyunk, akkor ugye megint egy furcsa kameraszögben, közben még ottan fő a káposztalepke. Itt vagyunk ennél a leveles tésztalapnál, amit múltkor én úgy csináltam, hogy elharmadoltam, ugyanis hát ebbe a tepsibe fogom csinálni, nem kell igazából ekkora, kinek amekkora van, ilyen normális, rétes nagyságúra, és akkor itt valahogy próbálom mutatni a kamerába, hogy hát így el lesz így harmadolva igazából. Nézzük is akkor, tehát egy, és akkor így, tehát szépen el vannak harmadolva, és ezt fogjuk itt most kinyújtani úgy, hogy benne legyen ugye a tepsibe. Na most, veszünk egyet. Azzal nem kell törődni, hogy ez így ugye látszó, nem tudom mennyire látszódik, vagy mennyire nem. Ezek a lapok, ugye több száz lap van ugye így benne. És akkor ezt kell most úgy kinyújtani, hogy oda jó legyen. Na hát. Nagyjából méretet benézünk, és akkor jövünk a sodrófával. Először én azt mondom, hogy legyen meg mondjuk a szélessége. Mondjuk legyen így ekkora. És akkor most jöhet a nyújtása. Annyira, amennyire vékonyra csak tudjuk. Ahogy látható, jó bele tisztelzve az alja, hogy ne legyen itt leragadásos probléma. Igen, meg kell tisztelzni magát a sodrófát is, meg hozzáragad a tészta, és akkor szépen kinyújtjuk minél vékonyabbra. Milyen nagy lap lett ebből a kicsike kis tésztából, ugye? Na, és akkor így kell megcsinálni a többit is, és akkor jövünk mindjárt a töltéssel, hogyha megfőtt a káposzta. Na és akkor ismét, ugye hogy látható alap itt van, és akkor valahonnan ide kell hozzáférni, mondjuk innentől fogom elkezdeni a tekerést, itt van a jó kis káposzta, azt figyeld, legkomolyabb káposzták itt jönnek, hát amúgy tényleg nem lett sok, ennyi, ugye, hogy összemegy,
És akkor hajtunk egy ilyen nagyobbat. És akkor mehet tovább. Amit ha egy palacsintát akarnánk így felgöngyölni, felgöngyöljük úgymond az ügyeket, így szépen még egyet hajtunk, és akkor meg is vagyunk. Itt a két szélét nem tudom mennyire látszódik, ez pedig így valahogy le kéne zárni, mert ki fog itten csöpögni, hát mondjuk azt, hogy le van zárva, meg itt is. Meg ma akar kifolyni belőle a káposzta. Amúgy, ha nagyon folyékony a káposzta, akkor érdemes lehet így hát kicsavarni. Így, és akkor egy káposzta batyú igazából el is készült, mehet rá a tepsire. Yeah. Ugye, szépen itt van, itt fekszik, itt nyugszik, káposzta lepke, így megcsináljuk a többit is, aztán pedig mutatom a folytatást. Közben a sütőt beindítjuk melegre, 200 fok, és itt kikeverünk egy ilyet, hogy kis tejföl, tojás, hát így egy kézzel ez macerás. Na mindegy, kikeverem, és megkenem a tetejét, bemelegedett a sütő, akkor bemegy a tepsi szépen, ott a dzsumbuja, oda ne nézzen senki. Itt vannak gyönyörű kis palacsinták, de ezek majd nagyon finom, ropogós kis rétesek lesznek. És akkor jön egy kis ecset, pemzli, és akkor szépen meg lehet így kenni. Jó színt fog ettől kapni. És ha bemelegedett a sütő, akkor így kerülnek be a sütésre, 20 percre, kb. 200 fok körül, és akkor kóstolás lesz utána. Még csak kb. 10 perce van bent, de amúgy, mintha kezdene puffadni, ezért én megszúrom. Ilyenkor óvatosan jöjjünk idebe. Így, egy, kettő, meg azt is így megszúrjuk, meg bevesszük, kivesszük egy kicsit a bentit, és azt is meg fogjuk szúrni, csak leteszem a telefont. Gyerekek, szerintem meg vagyunk. Lekapcs, kinyit. Hű, 200 fok. Mintha beigli lenne. Na, mindjárt kiszedjük, az kóstolás van. Hű, jól néz ki, mi? Hát milyen szép lett! Na, hát nem lettek olyan nagyok, azonban illatra egész kellemes, a jó pirított káposztás illata van. Ez itt például pont a legvége, nézzük, hogy milyen, kicsit már kiebb hüllött, de azért még talán a belseje meleg. Egy olyan 20 percet lehetett bent kb. Nem muszáj ezt rétes labból csinálni. Most nem tudom, melyik a macerás, ezt ugye ki kell nyújtani. Rétes lapokat meg kell tenni, ezt nem muszáj feltétlenül. Egy kis picike, ilyen kis katonák. Délutáni kávémhoz most pont jó, csak azért nem szürcsődtem előtte kávét, mert az íz legyen meg a káposztából. De amúgy jó. Most meg lehet a
Bors lett kicsit kevés. Többször megcsinálja az ember, ki lehet ezt szépen játszani, hogy hogy a finom. Na! Jó étvágyat kívánok mindenkinek! És remélem tetszett a videó, próbáljátok ki ti is. Minden jót, sziasztok!